A Múzeumok őszi fesztiváljának ideje alatt az ország több száz múzeumában rendeznek programsorozatot. Ehhez csatlakozik a Vosinszky-Mór megyei múzeum is, ahol az állandó kiállítások mellett különleges rendezvényekre is sor kerül. Ilyen lesz például az Utazó Múzeum vagy a Te Kedvedünk sorozat, de ide kapcsolódik majd a Mészöly centenárium kapcsán rendezett múzeumi séták is. A rendezvényekkel azt akarják sugallni, hogy az intézmény és a szakma nem csak az épület falain belül tud érdekeseket mutatni az érdeklődőknek. 600 helyszínen 1200 programot lehet megtalálni az őszifesztivál.hu nevű honlapon, melyen a Szekszárdi Vosinszky-Mór megyei múzeumnak a ideilleszkedő 25 programja is beletartozik, tehát mi is gyarapítjuk ezt a sort, és már a legelejétől a programnak már csatlakoztunk ehhez a kezdeményezéshez. Ebben az egy hónapban a múzeum egyfajta ajándékként a Covid védekezésben is sokat tévők számára is kedvezményeket biztosít. Szeretnénk adózni a Covid járványban frontvonalban küzdő részben rendfenntartó, részben egészségügyi dolgozóknak, részben tanároknak is, akik különösen kitettek az elmúlt időszakban maguknak. Tehát őnekik egy-egy ilyen rendhagyó tárlatvezetéses napot kínálunk. A két időszaki kiállításunk, amit az a múzeum főépületében, illetve a megyeházán található, lesz egy-egy finiszázs rendezvény, rendhagyó tárlatvezetéssel szintén. A túrázásokról, kirándulásokról beszéltem, ezek részben csatlakoznak és kapcsolódnak a Mészöly centenáriumi emlékév programjaihoz. A szekszárdi programsor minden korcsoportot és széles érdeklődési kört célzott meg idén, mondta Odor János Gábor igazgató. Akár 50 méter magasról is lenézhettek az érdeklődők Paksra a Múzeumok őszi fesztiváljának keretében rendezett programban, melyben az Atomenergetikai Múzeum a városlakóknak helyben vitte a programokat. Mindenképpen ragaszkodtunk ahhoz, hogy a tudományhoz kötődő programok legyenek, ezért az Utazó Planetárium települt ki két kupolával. Az egyik sátorban a kisebbeknek szóló előadások zajlanak, és a másikban pedig a felnőtteknek a komolyabb csillagászati témákat is feldolgozó filmek futnak, de egyébként ez csak egy a sok program közül. A kulturális programkavalkádból nem hiányoztak a különleges fizikai kísérletek sem, melyek közelebb hozták a fiatalokat a tudomány világához. Az atomerőmű különleges páncélozott járművébe a nukleáris sugárzás és földrengésbiztos kommandorba is beülhetett bárki. Az interaktív tudáskapszula segítségével pedig kvíz feladatokat kellett megoldaniuk a jelentkezőknek. A legapróbbakat pedig a múzeumi színező hívta a kalandba.